2017 utolsó napján hatalmas bulival vár mindenkit Nyíregyháza. A városi szilveszter mindig tartogat valami különlegességet és újdonságot az előző évhez képest. Idén a retro stílus szerelmeseinek kedveznek a szervezők. Minden városi szilveszter egy kicsit más is, akik itt vannak a téren, érzik ezt, meg érzékelik ezt. Az nagy öröm a számomra, hogy ez a szilveszteri esemény, ez már annyira benne van a nyíregyháziaknak a szívében, lelkében és a hagyományaiban, hogy mindig nagyon sokan vannak fenn a Kossuth téren. És úgy döntöttünk ebben az évben, hogy egy retro csomaggal kedveskedünk, mert az előző három évben nem voltak Nyíregyházán kívüli fellépőink, tehát nyíregyházi zenekarok szolgáltatták a koncerteket, illetve hát a zenei alapot, és most a régi retro világából hívtunk meg három olyan csapatot vagy szemét, akik régen benne voltak a magyar zenei életnek az élbolyában. Itt lesz majd Chris Rudy, ő nyitja 10-től a sót lényegében, jön majd a Bestiákból Biz B, és a Tűzi játékért a polgármester úrnak a köszöntője, újabb búcsúztató és új évnyitó beszéde után 4-1-től majd az UFO fogja zárni ezt az alkalmat. Este 8 órától DJ Hajnal alapozza majd a hangulatot, majd 22 órakor Chris Rudy fellépésével kezdetét veszi a retro show. Ahogy már megszokhatták a városlakók, 2018-ban egy különleges újévi koncert követi a városi szilvesztert. Úgy tudnám megfogalmazni az újévi koncertet, hogy reprezentatív, elegáns gálaest, amiben mese és buli is beletartozik. Természetesen egy nagyon szép nyitánnyal kezdünk, ami az egész este az orosz repertoárt részesítjük előnyben, majd az elmaradhatatlan keringő, valamint a balett, ami a diótörőből lesz, egy nagyon szép részlet, és a második részben ugye a mi csodálatos mazsoretteseink, illetve itt a Nyíregyháza Táncklubot és a Primavera a balett együttest is meg kell említenem. A második részben a Bonnie M-nek a világslágerei, Rasputin, Moszkó, és olyan orosz slágerek fognak felcsendülni, ami azt gondolom, hogy egy nagyon tartalmas szórakozást fog hozni. Ezúttal új elhelyezésben látható majd az újévi műsor. A fellépőket mindkét lelátóról lehet nézni, és a küzdőtéren is elhelyeznek 500 széket. Az újévi koncertre belépőjegyek elővételben már kaphatóak, 14 év alatt pedig ingyenes a belépés.